Szabad szemmel alig észrevehető a kamera a fatörzsén. Nem is az a cél, hogy a felvevőt észrevegyék, hanem hogy az eszköz vegye fel azt, aki illegálisan szemetel a parkerdőben. Nem véletlenül van itt a kamera, mert itt gyakran hagynak szemetet a kirándulók. Minden hétfőn össze kell szedni. Tölgyfa Gábor, a nyíregyházi erdészet igazgatója azt mondta, szeméttárolókat helyeznek ki a pihenőhelyeken. A fiatalokat pedig arra nevelik, hogy a kirándulásból maradt szemetet ne hagyják ott, hanem vigyék magukkal. Azt sugalljuk a gyerekeknek, hogy nem kell szemetet hordani, kihozni az erdőbe, sőt, ha a szemét képződik, akár egy szalonnasütés, akár egy erdei séta kapcsán, azt nem feltétlenül kell kint hagyni az erdőben, még ha van is szemetes gyűjtőedény, hanem vigye mindenki haza. Ezt próbáljuk hirdetni, mondani, és nem feltétlenül a szemetesek megsokszorozásával szeretnénk elérni a rendet. De azért ennek ellenére elég sok komoly munkát fektetünk a tiszta, szép környezet fenntartásában, de vannak így is kellemetlen érzéseink, kellemetlen hétfő reggelek, vagy vasárnap reggelek, amikor olyan mennyiségű hulladékot hagynak ki a erdőben. Hát nem mondom, hogy sétáló, sportoló emberek, hanem inkább hát egy esti szalonnasütés, vagy egy ütlét kapcsán maradt kint sok szemét. Ezt hivatott egy picit ez a mostani pályázat visszafogni. Hiába a nevelés és a sok szeméttároló, hetente több mint 100 liter hulladékot gyűjtenek össze az erdészek. Ezért telepítettek több helyre is kamerákat egy pályázat keretében. Ha valahol illegális kupacot találnak, akkor a felvételek alapján eljárást indítanak. Következő lépés társaságunk részéről, hogy ezeket a kamerafelvételeket 30 napig megőrizzük, és amennyiben szemétlerakást, elhelyezést tapasztalunk, úgy a szükséges hatósági eljárást megindítjuk. Az adatvédelmi szabályokat figyelembe vettük, a kamera kihelyezés során és a hatósági eljárás során is szintén figyelembe fogjuk venni. A kamerák helyét táblával jelöltük, a vonatkozó kamerarendszerekre vonatkozó szabályzat pedig elérhető a táblán lévő internet címen. A Nyírerdő azt tervezi, hogy a későbbiekben további helyekre is kihelyeznek kamerákat. Az a cél, hogy visszaszorítsák az illegális szemetelést az erdőkben. Ha a kirándulók is észrevesznek hulladékhalmukat, azt a hulladékradar applikáción is jelezhetik.